Mindenkit üdvözlök szeretettel, szép napot, gyönyörű a napsütés, és most tartunk egy tornát, egy zenés matinét Árpival, amit rendszeresen tartott itt a Zöldjófa idősek otthonában, és a mai foglalkozás is azért van, mert mindenki otthon maradt, és mindenkit kérek arra már az elején, hogy maradj otthon, hogy ez a járvány minél hamarabb véget érjen, és akkor újra mehetünk a szabadba, újra tornázhatunk kint együtt, és akkor most tartunk egy olyan tornát, ahol én tornázok, ti meg a képernyőn keresztül nézitek. Köszönöm, hogy együtt vagyunk. Ott a széken való mozgást folytatjuk tovább. Kinyújtjuk a lábunkat, mindenki fele velünk, csüköre a kéz, csüköre. Összezárjuk a lábunkat, szép. Próbáljátok egy kicsit jobban, szépen. Hátra lehet dőlni a székben, kényelmesen. Hátra viszed a testedet, zárod a lábad, nyitod. Zárod, nyitod. Még egyszer összezárod, egy szépen. Most pedig egy kicsit mollózol. Leföl, lattan. Marad a lába levegőben. Egy kicsi kétele, tudsz rapani. Nagyon jó. És figyeljetek egymást, körök alatt a két láb. Próbáljuk elengedni a kezünket, most nem támaszkodunk, nem teszik a csípőre. Rám néztek, a tévén keresztül itt látom, hogy itt vagytok, és figyeltek. És megállítjuk, betesszük a lábunkat, megigazítjuk magunkat. Válfelhúzás, remeled a vállat, leengedett, városlás, kettő, három, négy, magasabbra, öt, hat, hét, elég lesz a nyolc. Pár körzés párosan, hátrafelé. Kicsit felhúzod és hátra viszed. Jól megfordítjuk a vállainkat. Egy kicsikét tehetek, ha most nem baj, vagy elmúlik, és előre is fordítjuk a vállunkat. Nagyon jó. Oldalt a kéz. Kényelmesen leteszed a lábad, kis terpesz. Karokat felemeljük válmagasságba. Egy, kettő leteszed. Egy, kettő. Egy, kettő. Próbáld összezárni az ujjakat. Válmagasságig. Leteszed még egyszer. Ez az. Még egyszer. Jó. Ugyanez az emelgetés lesz, de most előre. Kicsit összezárjuk a lábakat, hogy jobban elférjen a kezünk. És előre. Egy. Visszatesszük. Kettő. Leengeded. Három. Négy. Leengeded. Öt. Egy picit magasabbra emeljétek a kezeteket. Nagyon szép lesz. Magasabbra. A két kéz egyszerre megy. Na még egyszer. És leteheted. Csípőre. Oldaldörés egy. Másik oldalra, balra kettő. Jobbra még egyszer. Balra még egyszer. Jobbra, próbálja kicsit jobban eldőlni. Na még egyszer. És még egyszer. Megállsz. Most elcsavarjuk a törzsőket, meg a csúcsokat. Kettő. Három. Nem csak a fejünket, hanem az egész törzsünket elcsavarjuk. Na még egy kicsit. Elfordulsz.
még egyszer elfordítottad a disztiktorsod. Jó. Megállunk, megigazítjuk magunkat. Jó? És most csináljunk egy szép törzskörzést. Szépen. Nagyon nagy költ, minél nagyobb költ próbálsz csinálni, a széken is meg tudjuk. Nagyon jó. Másik irányba is légy szíves. Másik irányba, úgy. Ez az. Jó. Megállsz, leveszed a kezed, leengeded. Megkapaszkodhatsz a székbe. Lábemelés a magasba. Egy lábon, jobb lábon csinálsz. Három, négy, magasodra, öt, hat, hét, nyolc, kilenc, tíz. Leviszed a lábon, másik. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc, tíz. Hát ez nem volt nehéz, ugye? Meg tudtátok csinálni, gondolom. És ez megy két lábbal egyszerre, próbáljuk meg. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc, tíz. Ez is sikerült, ezt most nem annyira tudtuk magasabbra, ez természetesen sokkal nehezebb. És most próbáljunk meg, ha hátra dőlsz, biciklizünk egy kicsikét. Látják? Itt egyben ülve biciklizünk. Biciklizel, jó, leteheted. Nagy terpesz. Kényelmesen, és egyenesen kihúzod magad, nagyon nagy terpesz, és egy kis hasizom, egyszerű hajolgatás, páros kézen. Egy, megpróbálod megérinteni a bokádat, jó? Vagy a papucsonat, vagy a cipődet, gyerünk jobban előre hajolni. Jobb, bal, jobb, bal oldal, még nem hagyjuk abba, tovább csináljuk, jobb, bal, gyerünk gyerekek, csináljátok, jó, most középre előre, egy, megérinted a talajt, kettő, három, négy, jó messzire előre, öt, hat, hét, ha még kettő, kilenc, és tíz, jó, terázzuk a kezünket, ráteszünk a kezünket a combunkra, és egy kicsikét mozgassuk meg a fejecskénket, fejkörnél. Jobbra indítod lassan. Jó, visszafelé, bal oldalra. Szép lassan, fejkörnél. Megállsz, fejbiccentés előre, hátra, előre, hátra, előre, hátra, oldalra, jobbra, balra, még egyszer. Okay.
kezünket felemeljük így oldalt, figyeljetek, jó? És így összeérjünk a könyökünket. Kettő. Valakinek sikerül, összeérjünk a könyökét. Valakinek nem, de megpróbáljuk. Jó? Elég, leteszünk a kezünket. Oldalra föltesszük a kezünket. Tenyerünket befelé fordítjuk. Húzzuk hátra kicsiket a vállunkra. Jó, vissza a lábunkra. Még egyszer kihúzzuk a kezünket. Szépen itt nagyon jó hátra. Kinyújtózzuk. Még egyszer hátra a kezünket. Kihúzzuk a hátunkat. Még egyszer. És egy utolsót is csinálunk. Kicsit hátra feszítjük. Jó. Lábemelés lesz megint. A térdünket emeljük fel, nem kell kinyújtani, csak a térdemelés mehet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bal, más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Na, még egyszer, ez nagyon könnyű. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Másik láb, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jó, letesszük. Levesszük a kezünket. Próbáljuk föltenni a kezünket a tarkonkhoz. Aki nem tudja hátra vinni a kezét, mert nagyon merev, akkor csak az arcát érinti meg, az arcát, és forgatja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Forgatja jobban a vállát, tovább, még megy a forgatás, megy. Oké, okay, nagyon szép, egy kicsit jobban állt a hajóta, kicsit jobban. Ez az. Jó, és elengedett, beteszed a kezed. Maradunk megint a lábunknál. Két felemelés, kifordítod a lábat, visszateszed. Kívülöd. Kifelé. Kifelé fordítod. Felemeled, így a szombodat is kifelé fordítod. Még egyszer. Kicsit megmozgatjuk a csípőnket. Most kintről befelé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jó. Jól a kész, tökből beszorítjuk. Kicsit fölfelé boxolunk. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, maradj a fejed mellett, légy szíves. Gyerünk, és kicsit gyorsabban, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, gyorsabban, 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 jó. Leteszed a kezedet. Következő gyakorlat. Bírjátok, még biztos, hogy bírjátok, nem hallom a visszajelzést, de érzem, hogy bírjátok. Sőt, nagyon jó bírjátok. És közben azért hagyd mondjam el, amit már naponta százszor hallunk, de komolyan kell venni, gyerekek, hogy tényleg ki lehet bírni. Én is csak most vagyok itt ezen a helyszínen, különben megyek hozzám, és otthon maradok, tehát maradjunk otthon, és a tévé gépernyő előtt találkozunk a tornával többször, de még van hát a két gyakorlat csinálni. Egy, megpróbálod a könyököddel megérinteni a térdere. Egy, kettő, három, négy, öt, előrehajolsz, és a könyököddel. Ez az. Egy kicsit könnyítünk rajta, most fel is emeljük a térünket. Egy, ez már könnyű. Kettő, három, négy, bele, térdez, úgy, a könyököddel.
illetve a könyökönyvben, a térdemben, ilyen jó, addig ugye a korlát látják. Ezt tudjuk csinálni a szobában, egy széken, a lacánkban. Gyerekek, ez nagyon jó ég. El is tudunk fáradni. Utolsó gyakorlat következik. Utolsó előtti. Csináljunk egy kis reflex gyakorlatot, ami arra jó, hogy most már pár hete bent vagyunk az otthonunkban, a lakásunkban, de hát ez rajtunk nem fog ki, rajtam se fog ki. Közösen, de tényleg közösen, ez komolyan hatalmas ereje van ennek, hiszen én Árti bácsi nagyon erős ember, azt tudjátok, a világ egyik legerősebb ember, ez most nem dicsekvés, és én meg ebben tudom bebizonyítani, hogy erősebbek vagyunk, mint ez a járvány, mert együtt vagyunk, együtt, és legyőzünk mindent. És figyeljétek meg, hogy ma nem sokára megint itt a kertben fogunk együtt tornázni. De most az kell, hogy fogoljatok otthon helyen, fogadjatok szó, és a torna után, hogy most is otthon maradunk. Reflex gyakorlat. Megnézzük, hogy mennyire vagytok kintben. Összezárom a kezemet, a kőbe, és kinyújtom az ujjadat, kiengedem. A kőbe fogod, kiengedem. Ez elég lassú, ugye? Mindenki meg tudja csinálni? De most gyorsítunk, jó? Figyeljetek! Összezárok, kipattintom. Összezárok, kipattintom. Mindenki ilyen gyorsan pattintja az ugyát. Azt meg tudja csinálni, akkor így van. Jó? Figyeljetek, hogy számolni fogok. Én a gondolatban én látom, hogy most csináljátok. Háromra mindenki nyissa ki a kezét és pattintsa ki az ujját. Egy, kettő, három! Nagyon jó volt. Na még egyszer. Egy, kettő, három! Na ez lassabb volt, még gyorsabb van. Egy, kettő, három! Szuper! Tehát robbanékony vagyunk, ami azt jelenti, hogy jók a reflexeink. Nagyon jó. És az utolsó gyakorlat az pedig most következik. Mindenki széttárja a karját, befelé fordítja a tenyerét. Jó, figyeljetek! Összezárjuk a kezünket, így. És mindenki gondolja bele a bánatát, örömét, szeretetét, indulatait, minden, ami benne van, és ezt úgy tudja levezetni és átérezni, ha most tiszta erővel összeszorítjuk a tenyerünket. Én bele fogom én is tenni azt, amit gondolom. Ez lehet jó. A jó az, hogy a családomra gondolok, hogy majd együtt leszünk nem sokára, és mindenki figyelj és nyomja össze a karját, a kezét rajta. Nyomod össze, nyomod, nézd meg. Nyomod össze, feszülnek az inak, az izmok. Nyomod, 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 nyomod. Még jobban, erősebben nyomod, és elengeded. Érzel valamit, hogy átadtál egy erőt, de ez visszaszáll belé. Na most fogjuk feloldani. Összefogod az ujjaidat. Összefogod. Összekulcsolod. És próbálod széthúzni. Ugyanígy, tiszta erővel széthúzod. Ha csinálod, valamelyik irányba nem te fogod engedni, szét fog pattani az ujjad. Már olyan értelemben, hogy szét fogod húzni. Rajta! Azt a kutyafáját! Húzod, húzod! És szét. Befejezzük a gyakorlatokat, és most arra kérek benneteket, hogy egy percig nem csinálunk semmit, mindenki egy kicsit relaxál, figyeljetek, ültök a széken, lábatokat nyújtsátok ki, nyújtsátok ki, kezeteket figyelj, engedd le, fejedet leengedik ide a mellkasodra, picikét elengeded, relaxálsz rajta. Jó! Meg szeretném köszönni, hogy a tévé
előtt, feltételezem, hogy a tévé képernyő előtt sokan néztétek ezt a kis sportműsort, pontosabban ezt a kis tornát, ami végül is mindenkinek szól, de főleg az idősebbeknek, a szenioroknak, azoknak, akiket tulajdonképpen a legjobban kell vigyáznunk, nagyon vigyázunk ezt komoly, ebben benne vannak anyukák, nővérek, idősebb barátaink, barátnőink, úgy értem, hogy szó értelmében jó barátaink, tanárnőink, akik tanítottak. A lényeg az, hogy vigyázzunk magunkra. Maradjon mindenki otthon. Sziasztok!